Köszöntöm Önöket! Tüntetést szervezett a hétvégén Magyar Péter, pártot még nem jelentett be, a mai egyenes beszédben sem árult el a párt nevét, de egyesületet igen. A DK viszont már rögtön elkezdte perelni az egyik megszólalót ezzel a témával kezdünk. Természetesen lássuk, hogy kikkel. Konok Péter történész, Siffer András ügyvéd, Ceglédi Zoltán politikai elemző és Hont András újságíró ma is a vendégem és a társam. Gyors körkérdés, mert nyilván az elemzők már mindent elemeznek, és végre van miről beszélni. Feldarálja-e Magyar Péter az ellenzéki pártokat, vagy sem? Ez a legnagyobb vita, vagy az egyik legnagyobb vita. Az ellenzék már feldarálta magát. Magyar Péter most betölti őket egy műbélbe. Igazából ez júniusban fog kiderülni a választáson. A felületeiket azokat már elszedte tőlük a sajtóban, ez tény. Részben. András? Hát szerintem ez kicsit olyan, mint amikor egy korhat fát megráz valaki, szóval, hogy ez a parlamenti ellenzék minusz mi hazánk, az előválasztási komédiával, majd a 22. április 3-i választási eredménnyel leírta magát. Ez csak idő kérdése volt, hogy mikor jön egy olyan esemény, kihez, kikhez, mikhez kötődően, amelyik végérvényesen zárójelbe teszi ezt az ellenzéki felállást. Ez nem jelenti azt, hogy itt minden ellenzéki pártnak vége lesz. Hát a DK erre megint csak viszonylag jó ritmusba reagált is erre a fejleményre, de hát, hogy itt bizony vannak olyan ma még parlamenti formációk, amiknek nagyjából ez a végállomás. Igen, tehát ez fordítva nem Magyar Péter fogja feldarálni az ellenzéket, hanem Magyar Péterre azért volt szükség, mert az ellenzék feldarálta magát. Persze. Megy a számháború a tüntetéssel kapcsolatban, egyébként nem szeretném, hogyha számháborúznánk, viszont az ott elhangzottakra szeretném, hogyha reagálnátok, illetve a következményére, hogy ki milyen reakciót mondott. Hát ugyanolyan exakt egyébként a tudásunk arról, hogy milyen számokat lehet elinni a tüntetés kapcsán, mint amennyire tartalmas beszédek voltak. Ez a kettő, ez abszolút paralel. Ugye pártot nem jelentett be a szónok, amire talán sokan vártak. Sokkal hosszabban beszélt, mint korábban, ez nem feltétlenül jelentett több tartalmat, de szerintem azt érdekes látni, hogy van egy jól körülhatárolható tömeg, nem is kevesen, akik szeretnének úgynevezett általános tüntetéseken részt venni, és a kormánnyal szembe menni, őket most megint lehet lelkesíteni. Láttuk ezt már korábban is, csak a tüntetések során ezek elfogytak, mikor éppen nem történt semmi. Magyar Péter sokkal ügyesebben használja a nyilvánosságot, ezért mindig tudja azt az érzetet kelteni, hogy megint érdemes kivenni, és megint érdemes kivenni. Ez kitart júniusig, akkor ebből mandátumok lesznek. Igen, tulajdonképpen nem mondott semmi konkrétumot, teljesen általánosságokban mozgott, jó mondott egy-két ilyen teljesen levegőben lógó dolgot a Klikről, meg hasonlókról. Meg ezt már a Fidesz diktátor. Meg a romák őserejéről, ami engem azért egy kicsit meghökkentett, hogy hirtelen most ilyen enyhén szóval rasszistoid felhangú szövegnek tapsol a magyar liberális közönség. Nem szokta zavarni őket. Nem. Hát nem azonnal a kognitív diszonancia redukálódik, és meg van magyarázva, hogy tulajdonképpen ez milyen jó. De nem is ez a lényeg, hanem tényleg az, hogy nagyon ügyesen eloperál azzal a Magyar Péter, hogy nem igazán mond semmit, de mindig sejteti, hogy majd most nagyon sokat fog mondani, nagyot fog mondani, ugye el fog hangzani ez, el fog hangzani az, pártot alapít, hasonlók, és mindig, ezt mindig napolja. Hogy ezt meddig tudja egyébként mozgásban tartani, mert ez olyan, mint amikor van egy együttes, kimegy, zenélnek, és megénekeltetik a közönséget. Na most ez olyan, mint amikor nem is igen zenélnének, csak a közönséget próbálnak folyamatosan tornáztatni. Hát kérdéses, hogy ez meddig tart ki. De igen, az szerintem tényleg fontos, amit mondtál, hogy itt nagyon sokan, hát ugye tényleg egy kétségbeesettség van. Ezt a Márki-Zay egyébként jól látta, szerintem. Nem kevésszer mondtam ilyet, hogy Márki-Zay valamit jól látott. Amikor azt mondta, hogy hát őt is így imádták, ezt talán ma nyilatkozta, csak akkor még nem volt ekkora az elégedetlenség. Hát igen, az elégedetlenség azóta nőtt, egy csomó minden gomolygott, és most valóban én is Márki-Zay imádatát látom újra játszani. Több olyan ember van, aki elégedett volt 22-ben, és most elégedetlen lett, és ezért úgy gondolja, egy nyerista kishivatalnok mögött neki fel kell vonulnia, akinek idáig az egyetlen teljesítménye valakinek a barátja és valakinek a férje volt. Nem, ez nem. Négy dologról beszélünk. Valakinek a fia. És valakinek ráadás, a ráadás. Keresztfia. Mindenki valakinek a fia. Keresztfia. Négy dolog van. Ebből egy, amiről beszéltek, hogy ő mit csinál, ez engem roppantul nem érdekel. Van egy érdekes jelenség, az, hogy tényleg van-e politika, és hogy a politikában mi történik, mi van az ellenzékkel.
annyira nem érdekes, nekünk érdekes, erről mindjárt két szót. A harmadik az, hogy mit csinál a tényleges hatalom, tehát mi van a tényleges politikával, mert ugye ezt mindig kihagyják a számításból, tehát hogy mit csinál a Karmelita, mit csinál a Fidesz. És végül a negyedik, a legérdekesebb, az ugye a kor maga, a korszellem, meg a technika, hogy tényleg a post-truth világban élünk-e, hogy azt annak idején Trump igen elmésen megállapította. Hogy szerintem igen, mert hogy emberek úgy viselkednek, hogy nem látnak semmit, és közben ezért véresre tapsolják a tenyerüket, nem hallanak semmit egy felvételen. Már el is felejtettük egyébként, hogy volt ilyen, hogy gigantikus kormánybuktató felvétel. Tóni helikopterre fog ülni. Magángépre. Hallanának, és így tovább. Ez egy pokoli érdekes jelenség. De kezdem az ellenzék válságával, hogy ez az egész szituáció miért áll fenn. Ezt mondjuk évek óta. Hosszú-hosszú évek óta ezt mondjuk, hogy ennek rossz vége lesz. És nem az, amit az ellenzék nem ér el. Nem azért, mert kudarcos, hanem azért, mert hazudik. Nem néz szembe a helyzettel. Ugye, már neki is, mi ketten voltunk a fixa ideája, 19-ben Kunhalmi Ágnes berongyolt ide a Szomszéd stúdióba, és közölte, hogy üzeni a politikai jellemzőknek és az újságíróknak, hogy az összefogás, akik évekig mondták, hogy az összefogás nem működik, tessék, működik. Működött. Nyilván, de ott este, ha valaki megszámolta a számokat, amit működnek. Akkor ott az ellenzék ünnepelt, az egy brutálisan nagy Fidesz győzelem volt. Csak az optikája volt más, mert ugye az a... De működött az összefogás, Sondás? Mindegy, 22-ben szembe jött a valóság. Na most ezzel a valósággal megint nem nézett senki szembe, hogy mi a közjogi helyzet, mi a hatalmi struktúra és a többi. Mondom, bőven Karácsony Gergely szintén ugyanabban a stúdióban berúgyult, és azt mondta, hogy hát lehet, hogy ez egy olyan rendszer, ahol nem is lehet választást nyerni. Hát, mondta ő. Nekem ugye ez mind 12 éve állításom, vagy körülbelül a választási törvény óta, hogy lehet akkor, hogy a gazdasági összeomlás van, olyan a geopolitikai helyzet, vannak ilyen szituációk, erről is majd mondanék valamit a későbbi részében a műsorban. Szóval az ellenzéki oximoron az az, vagy fából vaskarika, hogy ahhoz, hogy ők fair versenyben el tudjanak tenni és indulni, és a választóknak tett ajánlatok révén sikert tudjanak elérni, ahhoz meg kell változtatni a rendszert. Viszont ugye a rendszerben az van, hogy ez egy több pártrendszer, tehát akkor azt mondják, hogy elindulnak ebben a rendszeren belül, hogy kormányra kerüljenek, amit viszont nem tudnak. És ez mindig visszatérnek ehhez. Ebből ez ördögi körből nem tudnak kikeveredni. Viszont, hogyha valakinek a közpolitikával van baja, tehát azzal, hogy mi van az egészségügyel, oktatással, gyermekvédelemmel és a többivel, és ezt elkezdi mondani, akkor ugye az a megoldás, hogy ember akkor erre csinálja egy pártot. Hiszen a párt ez a dolog. De a párt meg nem tud nyerni, mert a berendezkedés olyan. Most az a helyzet, hogy erről folyamatosan hazudnak. És ebben a hazugságban elhasználódtak. Kell mindig egy új, ugyanahoz a műsorhoz kell az új férfi, vagy egyszer talán majd új nő, aki elmondja, hogy na ez most más, és elmondja ugyanazokkal a szavakkal, ugyanazokkal a ugyanazt a receptet. Hát meg ugye kerestek egy másik dimenziót, ahol versenyezni lehet, mert a választásokon tényleg nem sikerül, ez az influencerkedés. És Magyar Péter, kitérek majd rá később, most csak ide teszem, hogy ő a jelenlegi ellenzéket egyébként egyelőre nem szavazatszámban veri meg, nem a pártja nagyságában, nem az elért sikerekben, hanem influencerkedésben. De ez nem az ő bűne, ez azok bűne, akik még a 2022-es vereség után sem jutottak arra, hogy például, ha mi egy baloldali párt vagyunk, akkor legközelebb ne álljunk be egy jobboldali ember mögé, hanem mondjuk azt, hogy progresszív adórendszer, mondjuk, és egy csomó hasonló dolgokat. És akkor mi történik? András, az történik, hogy az, amit ők eddig hazudtak magukról, az mostantól kezdve egy valódi politikai ajánlat. Oké, csak ki kéne mondani, hogy bármennyire olyan lesz az a párt, amit te szeretnél, és mondjuk egy beszívott, rövidnadrágos, gördeszkás Komját Imre áll az élén, akkor is... Nem szeretném, hogy szívjanak, és ne hordjon rövidnadrágot se egy felnőtt férfi. Akkor nekem is... bejönne. Tudom, akkor is sikertelen lesz, mert ilyen a rendszer. Fegyvert fogni, meg másokból elmondom majd, senki nem akar, meg miért is fogna fegyvert. Jó, minden esetre nem tartunk ott, hogy a rendszert hívják ki, mert én most tényleg megnéztem, tehát Magyar Péter, illetve bárki, aki a nyilvánosságban sikert akar elérni, az a 6-7-es teljesen kezdődött verktanfolyammal versenyzett az elmúlt napokban a Facebookon. Szerintem mindegyikünk benyomta vagy azt, hogy ott lesz, vagy azt a másik eseményt, ami nem lesz, illetve friss találmányom Sticky Boy,
És meg kell mondjam, hogy műsor előtt csináltam egy rossz fit-check, price-checket Konok Péterrel, ami azért nem volt sikeres, mert közölt, hogy a ruhái, ez a bátyának a ruhái, innentől kezdve nem tudja megmondani, hogy hány K. Ebben a dimenzióban értelmezendő szerintem Magyar Péternek a teljesítménye, és itt akartak versenyezni korábban is a politikusok, nem pedig a politika dimenzió. Ez a dimenzió, tehát hogy like versenyt kell nyerni, igen. Azért ez erre a Fidesz, illetve a NER, hát a Fidesz tulajdonképpen előbb rájött, mint az ellenzék. Ők már évek óta csinálják, amikor építik a megafont. És húzzák be az ellenzéket, de ők nem ott nyerik meg a választást. Nem, azt mondom, hogy ott nyerik meg, bár az egyébként egyre fontosabb. És az feltűnő, hogy a Magyar Péternek legalábbis eddig, tulajdonképpen egy-két nappal ezelőttig, most azóta nem figyeltem, a tevékenységének a fő rész az a Facebookra irányul, a Facebook közönségére, a Facebook korosztályára, igazából tényleg a középkorú, nagyrészt budapesti elhódított DK-s nénikre és bácsikra. Magyar Péter a YouTube-on a saját csatornája nagyon, nagyon rossz nézettségekkel rendelkezett, tehát ahol a fiatalok néznek, a TikTokon szinte jelen se volt, valami 17 ezer követővel. Péter, tudod mi ez? Ez egy erre ment ki? Ez egy unokázós csalás. Igen, tulajdonképpen. Siffer András is, és egyébként azt azért hozzáteszem, hogy még a Nézőpont Intézet felmérése szerint is, a nem létező párt is szerintük a Nézőpont szerint 13%-on. Szóval szerintem az a szürreális jelenség, aminek az elmúlt hetekben a tanúi vagyunk, ez tényleg a 19 óta tartó O1G politika és a kormánypropaganda szerelem gyereke. Ezt együtt csinálták meg, hogy egy teljesítmény nélküli, tartalom nélküli hype-ra kimennek százezrek, és erről beszél egy ország. Igen, ez a kormányzati óriás plakátok és az O1G-re lebutított ellenzéki céltételezésből egyenesen következik. Ami nagyon érdekes, hogy annak idején Hatházi Ákos 2013-ban tényleg leleplezett valamit a Fideszből. A trafikmutyit. Az tényleg egy tett volt, most akármit is gondolunk Hatházi Ákos pályafutásának. Lett ekkora média hype építve mögéje? Nem lett. Ángyán József ennél többet is leleplezett, folyamatosan más se csinált Ángyán József, hogy leleplezett, és nem kamuálást, volt államtitkár is. Nem kamuálást hagyott ott, hanem egy miniszterhelyettesi pozíciót hagyott ott. Ángyán József mögé lett ekkora média hype építve közösségi oldalon, meg bizonyos médiatermékekben? Nem, nyilván azért, mert Ángyán József nem globalista, hanem lokalista. Ami igazán érdekes, az a totális tartalom nélküliség. Ugye ennek egy külön kis színes epizódja volt, amikor a főszónok ugye kinyilatkozott ott valami, valaki kért tőle valami nyilatkozatot, és kiszólt valamit, hogy földosztás is lesz. És én azon gondolkodtam el, hogy ott csápol Raskó György. És kire gondolt, hogy ha Raskó György földeit is fel akarja osztani, akkor én beállok mögé. Komolyan. Tehát végre 30 valahány év után Raskó György latifundiumához is hozzámert nyúlni valaki, akkor nekem ott a helyem. De a Magyar Demokratok Fórum országgyűlési képviselője volt, aztán átment az MDNP-be. Meg az élelmiszeripar, András, meg az élelmiszeripar fő privatizátora. Maradjunk ebbe, az MDF kormány delegálta az Állami Vagyonügynökség igazgató tanácsába annak idején. De ami az igazán érdekes, hogy ennek az embernek... Mondom, cifra per lesz a műsor ennek a részéből. Ez ténykérdés, András. Jó, én rehiszem. Nézd vissza. Hát nem, ez ténykérdés. Ki volt felelős a cukoripar privatizációjáért? Ki ült ott ebben az időben az FM-ben és az AVÜ-ben egyaránt, és így tovább? De... van ennek a főszónoknak állítása arról, hogy 2023-ban ez a kabinet, aminek a jóvoltából ő a milliós pozíciókat betöltötte még 2024 elején is, nekivlátott a munkavédelem, a foglalkozásegészségügy, a szakszervezetek, a sztrájkjog szétverésének? Van-e mondani valója a vendégmunkás importról, a kizsákmányolás növeléséről? Van-e mondani valója az atlantista nyomulásról, az egész ukrajnai háborúról? Van-e mondani valója a WHO szerződésről, illetve a Pfizer elszámoltatásáról? Nem utolsó sorban, van-e mondani valója arról, hogy Magyarország hogyan tud legalább oldódni egy kicsit a globális ellátó láncokról, egyáltalán az egész akkumulátorgyár hisztériáról? Ezekről a kérdésekről ennek az embernek nincsen semmiféle mondani valója. A többinek részkérdésekben egyébként van mondani valója, de amiért ez az erőviszony kialakult a hatalmi párt és az ellenzéke körül, az valóban a narratív mondani való hiánya. A legjobb jellemzést Magyar Péter
ürességéről egyébként a Mércén írt a Kissoma Ábrahám, ő ugye azt mondta, hogy ha megpróbál mégis valami tartalmat kiszedni ezekből a nyilatkozatokból, azok mind azok a követelések, amelyek a fennálló globális tőkés rendszer működési szabályainak a betartását kérik András, számon. Erről van szó. András, azt nem kérheted számon, hogy a te mércét szerint, vagy egy ilyen... Mit? Én a saját mércémet tudom számon de kérni. Nem, állt a saját mércét is számon tudod kérni, vagy bárkiét. Tehát az, hogy lehet ezekről nem véleménnyel rendelkezni, de legalább valamiről igen. A politikának is az a lényege, hogy valamin módosítani akarsz, valamit el akarsz érni. Ezért mondom azt, hogy annak nincsen értelme, hogy végre lesz egy olyan párt, ami neked tetszik, vagy neked tetszik, András, mindegy melyik, de ha azt ígéri meg, hogy már pedig ezt a következő választáson ő kormányprogramra juttatja, akkor hazudni fog. Tehát oda kéne állni. Várjál, az más kérdés, azt lehet mondani, hogy én csinálok egy antiglobalista, radikális baloldali szervezetet, én csinálok egy városi, liberális pártot, Konok meg otthon marad, és ez nem fog belátható időn belül kormányra kerülni. Viszont képviseli azokat, akik rá szavaztak. Így van, de képviseli azokat, valamilyen hatást el fog érni. Ilyet lehet csinálni, de ez a hazugságot be kell fejezni, mert létszhazugságban van az ellenzék, ezt mondtuk. És tudjátok, hogy ebben a ciklusban ez hol kezdődött? Minek vagyunk a végpontján? Ez a katatüntetéssel kezdődött, majd a pedagógus tüntetéssel folytatódott, hogy ne beszéljünk most arról, hogy kikaptunk, ne beszéljünk erről, van fontosabb és morális kötelességed most ezzel a fontosabbal foglalkozni. Folyamatosan elmarad 14 éve a szembenézés. Még a 2010-es buktával sem nézett a mai napig senki szembe egyáltalán. Viszont ez a teljes üresség, ez a teljes tartalmi üresség, mindennek a látszata viszont nem csak arra alkalmas, hogy valaki eljátsza az ellenzéki politikát, hát alkalmas arra is, hogy a média is eljátsza azt, hogy politikáról beszél. Business as usual. Mindenkinek megvan, egyiknek megvan a kattintás, a másiknak megvan a színpad, és úgy csinálunk, mintha politika lenne. Hogy amit itt hallunk, látunk hetek óta, ebben tartalmi, politikai mondani való nincsen. Eleve a leleplezésekről azt gondolom, hogy nagyon bátor cselekedetek, de ebből még politikai céltételezés nem következik. De ez azért szürreális a jelenség, mert én azt próbáltam példaként Hatházival, meg főként Ángyánnal illusztrálni, hogy bőven voltak olyan bátor, volt fideszesek, önkormányzati képviselő, államtitkár, akik konkrét ügyekről lerántották a leplet, és ugyanez a tömeg nem imádta őket egy ekkora extázis. De addig pont ez a lényeg szerintem, hogy gatyát akartok húzni a tehénre. Tehát megpróbáljátok a Magyar Péter jelenséget per pillanat politikai kontextusban értelmezni. Tehát úgy, mintha politikát kellene csinálnia, és számon kérni rajta a politika csinálás igazságát, vagy legalábbis az, hogy legyenek elvek. De itt nem arról van szó, ez egy termék, olyan értelemben termék, annak a termék, amiről te beszéltél, tehát az O1-gézés és a kormánypolitika, vagy a kormánypropaganda közös terméke, de pont ezért üres. Tehát pont azért, hogy bármilyen elképzelés rá lehessen aggatni. Mert amikor a Hatházi kijött a dolgaival, vagy igen, még inkább, sokkal inkább az Ángyán kijött a dolgaival, akkor itt konkrét dolgokról volt szó. A konkrét dolgok szemmel láthatólag az embereket kevés érdekli. Ez, a konkrét dolgok, csak annyi, hogy még addig ér, minden általánosítást, nem tudunk máshogy beszélni. A konkrét dolgok lehetnek fontosak. Szerintem a pedagógus tüntetés fontos volt, a kata tüntetés is fontos volt, ott meg pont az volt a gond, hogy az ellenzék rácuppant erre, megpróbálta kisajátítani. És ez is a ledarálásban volt egyébként, amikor valóban konkrét húsba vágó és meghatározható, tehát konkrét és konkretizálható dolgokról volt szó, akkor hirtelen az emberek ott látták a párzászlókat, és ebből szerintem baromira elegük volt. Most itt van nekik egy tök üres figura, egy tabula rasa, akármit ráírhatnak, legalábbis azt hiszik. De csak egy dolgot hadd mondjak, mert ugyanakkor számomra az a megdöbbentő, hogy van itt egy ilyen hunglis halandzsa tulajdonképpen. A gyerekkorunkban talán mind emlékeztek rá, hogy voltak olyan nyugati slágerek, amiket halandzsa angollal énekeltünk Magyarországon tekintve, hogy az emberek nagy része nem... Ataki Attilának még szövegkönyve is volt. Igen. Igen. Life is life. És levelet kaptam life, igen. Az a megdöbbentő, hogy Magyar Péter kiáll, és az emberek egy jó része, az minthogyha hasonló benne. Tehát, hogy mikor csak hoztam egy idézetet.
Mert ugye mi a legnagyobb az egyik legnagyobb összefeszülés kormány és általában az ellenzék között az Európai Unióhoz való viszony. És ehhez képest Magyar Péter szó szerint ezt mondja, elmondhatom, hogy én egy kicsit közelebb állok a Fidesz álláspontjához, majd bizonyos kérdésekben, mint az ellenzékéhez, de az biztos, hogy tagjai vagyunk a klubnak, és klubtagként kell viselkednünk. Megismétlem, én egy kicsit közelebb állok a Fidesz álláspontjához, mint az ellenzékhez. Ez bárhol máshol, bármelyikünk mondja, akár te az anarchista oldalról, igen, akár én egy euroszkeptikus, igen, megfogalmazással, bármelyikünk mondja azt, hogy bármi kis kritikánk van az Európában, nem az, hogy közelebb állunk a Fideszhez, valami nem tetszik nekünk. És kiáll ez a csávó, elmondja egy tömeg előtt, legyen az akármekkora, hogy ő, az ő álláspontja pont ebben közelebb áll a Fidesz, és az emberek levelet kaptam live, és ott buliz. De szerintem a Péternek van igaza, tényleg ez a tehénre való gatyahúzás, de ez is a névmódosítása, Megyesi Márki-Zay, Dr. Szöszi után gondolkozzál el, légy szíves, mert a passzív választójogot meg lesz vonva. Tehát szóval neked van igazad, ez nem politikai jelenség, ez egy tömeglélektani jelenség, illetve influencer jelenség, illetve kortünet. Hogy minden az, ami nem politika, arról politikát hívjuk. Ha ez a politika, akkor Szólomtól, Deáki Kátótól, Obamáig, amit ők műveltek, az nem az volt. Akkor ez nem ez volt, de várjál, csak ezt a két hetet vegyük. Bemondja hétfő este, hogy másnap azt fogjátok hallani, hogy a volt feleségem azt mondja, hogy maffia kormány. Majd nem hallják ezt, viszont azonnal csinál valami, nem tudom, ilyen testes pattanásos influencer egy videót. Magyar Péter videója nem gyenge. Mérő Vera falfehéren három stúdióval arrébb, micsoda ügyet hallottunk. Először is nyilván nem hallott semmit, mert ráadásul ő egy ilyen hangfoszlány, most semmit nem tud megkülönböztetni, ami nem maga, de ez most mindegy. Szóval mit hallottunk? Semmit nem hallottatok, amit egyedül feltételezésünk volna, arra baromi könnyű bármit mondani. De figyelj, amit nem hallanak, abban a legkönnyebb belehallani bármit. Tehát egy héttel korábban kifejti a Startban, itt négy stúdióval arrébb, okirati bizonyítékai vannak, azzal fog előjönni. Hogyne. Ebből lett ugye a magánhangfelvétel, amelyre azt mondja egy nappal később, hogy még vannak felvételei, majd egy órával ezelőtt azt mondja az egyenes beszédben a Szőlősi Györgyinek, hogy hát ő olyat soha nem mondott. Jó, de azt A, honnan tudod, hogy nincs okirati bizonyítéka egyébként, csak nem mutatjam, egy B, nincs olyan felvétele, amit most már fölöslegesen nem mutatott. Nem leplezett le semmi, tehát itt ez a legnagyobb átverés, én ezért hoztam a Hatházi Ángyán példát. Tehát ezek az emberek valamekkorát azért mégiscsak kockáztatva, és azért valamilyen politikai teljesítménnyel a hátuk mögött, akár lokálisan, ott akár országosan, valamit lelepleztek. Igen. Ez a bizonyos hangfelvétel, amit úgy harangozott be, hogy a kormány lemond, és Tóni repülőgépre ül, ez a hangfelvétel biztos, hogy nem leplezett le semmi. Várjál, itt szerintem egyébként valahol mondta, hogy neki most már nincsen semmije, mert erre annyira nem figyeltek ki, mert ugye bombasztikus a mondás, hogy ti vagytok az atombombák. Ugyanis eddig az volt, hogy van még atombombám. Azt nem mondta, hogy nincs semmi, és ti vagytok az atombombám. Most nem azt mondta, hogy van még atombombám, ti vagytok. Hát volt, ti. És azt is mondta egyébként, hogy a Karmelitában pánik van, hogy meg onnan hogyan reagálnak, erről is fogunk beszélni. Fogsz beszélni egy rövid szünet után, mint ahogy egyébként a fővárosi főpolgármester választásról is. Tartsanak velünk majd. Hajrá! Azt is mondta Magyar Péter, hogy pánik van a Karmelitában, és vészforgatókönyvek készülnek, és eközben egyébként látható az, hogy a kormányzat, vagy az ottani megmondó emberek reagálnak azért Magyar Péterre. Megafonos videók vannak, a Cöf lecserélte a plakátján, szerintem egyébként Fekete Győr András, Magyar Péter. Összecsinálták magukat. De ne tényleg pánik van a Karmelitában, hát Magyar Péter annak az eredménye, hogy pánik van a Karmelitában. A Karmelita látta, hogy az ellenzék már semmire se jó, és nem képes arra, hogy becsatornázza. Ez saját kebeléből adta neki az egyszem Péterét. Nyomták, csinálták, buzdították.
kitolták, nem akadályozták. Én nem mondom, hogy leültek ott, mint a Cion bölcsei a New Yorki metróban, és kitalálták Magyar Pétert. De a kegyelmi ügyről senki nem voltak, minden el van tűnve, minden ilyen recseg is eltűnt. Ilyen honorho konzlib. És azért ne csináljunk már úgy, hogy tényleg, hogy, és mert hogy elkezdték, hogy hogy támadja, majd mennyi pénzt költenek arra, hogy Magyar Pétert karaktergyilkolják, könyörgöm, hát Piszkos Fredet imádják, olvasták, idézik. Azért ők is teljesen tisztában annak azzal, hogy működik a hitelesítés. Csak hogy ha abból indulunk ki, hogy kit tartanak veszélyesnek a hatalmukra, azért eredetileg még ugye kijöttek egy olyan plakáttal, amin Gyurcsány Ferenc, Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely és Fekete Győr András volt. Is volt már akkor is, kilógott a sorban. Megvették őket kilóra, tehát megjöttek, fölvásárolták Márki-Zay Pétert, most így 2024-ből szólni kell, ezért Márki-Zay Péter cserébe mit csinál jelenleg? Tehát mi az elképzelés, hogy ott a Fekete Győr Andrásnak kilónként 1 millió, tehát 72 millió forintot átadtak neki, és ebből Fekete Győr András mit csinált? Jó, elektromos roller. Ebből engem megint a jelenség izgat elsőre, és mondom, van egy ilyen anarcho-konzlip szövetség ma este, mert hogy a Péterrel értek folyamatosan egyet, még csak akkor is, hogyha ez nem mesterterv, hanem teljesen spontán folyamatok, de az teljesen egyértelmű, hogy nem állítják le. Uh-huh. Ha tényleg kár tudna okozni, megismétlem, múlt héten is mondtam, van szó, hogy olyan 800 milliárd, 1000 milliárd profitról NER cégeknél évente. Komolyan gondolja bárki, ha tényleg tudna ártani, akkor ez az űrge nem a Seychelles-szigeteken kávézgatna valahol. Ugyan már. De hogy egy dolog, hogy mennyire így van, mennyire kihagyja a számításból az elemzés a másik felet. Tehát tényleg olyan a magyar politikai elemzés, főleg az ellenzéki médiában, amint egy olyan sportriporter, aki csak az egyik csapatot látja. Hogy reagálni fog a másik, hogy a védő közbelép, az hova rúgja a labdát, az nincsen. Na most látszólag ugye neked lett igazad kegyelmi ügyben, mert az Andrással azt mondtuk, hogy szerintünk nem fog lemondani a Novák és a többi. Én el tudom mondani, hogy miért tévedtem, már mondtam is, hogy mi az, amit kihagytam a számításból, hogy a Fidesz érdeke meg szándéka mi. Én akkor még nem tudtam, hogy le akarják venni a Novákot. De hogy mennyiben az idő igazolja az én álláspontomat, hol a kegyelmi ügy? Persze. Hol van? Nem arról van szó, hogy volt egy eszméletlen nagy botrány és erkölcsi felháborodás, és ezért leszették a Novákot, hanem feltupíroztak egy botrány, erre leszettek, és a mai napra kegyelmi ügy nincs. Nekünk volt egy cikkén Bicskéről, ott vannak még azért elég nagy disztóságok. Ez a szokásos egy megosztásra az egész úgy, ahogy van. Eltűnik, nem foglalkoznak vele. Jelen pillanatban, ami a Karmelitában van, az nem pánik, hanem kávémérgezés. Ez történik ott jelen pillanatban, és ezt most már tudják az ellenzékiek is, mert ugye az összes múlt heti kutatás, mind a két oldali, azt mondta, hogy igen, az ellenzéket sikerült tovább darabolni húsbárdal. Ennek az egyik következménye, hogy a maradék villámgyorsan egyébként egészséges pánikreakcióból összefogott. Hát, mint hogy beálltak a DK. A többiek meg... Ne, András, nincs igazad. A Momentum tudod, mivel szórakozik most? Nem. Ez óriási volt, miközben Magyar Péter szipkázza el a szavazatokat. Palkonyán beleszálltak Tóth Vera, nem is tudom milyen boltjába, amit ott kíván nyitni, Magyar Falu program keretében. És a Kordonál még a Karmelitánál? Frakció vezető helyettese elment Palkonyára, ahelyett, hogy újra azt a kordont lebontotta volna, és Tóth Vera boltjával szórakozik, miközben éppen a maradék szavazóikat szipkázzák el. Óriási. Igen, egyetlen dolog még ezzel kapcsolatban, egy dologban viszont az úrnak velem szemben mindenképpen nyerése van, felettem áll, ő csinálja jól és én rosszul, mert én nagyon kíváncsi lennék rá, én is, mert még sokan, de olyan falakba még nem ütköztünk Magyarországon azzal kapcsolatban, hogy kifinanszíroz egy politikai projektet, mint most. Jelen pillanatban mindenki tippel, pedig itt most már ilyen 100 milliós nagyságrendű investíció. Nézzünk finanszírozásnak, mert én ide venném a finanszírozásba egyébként bizonyos értelemben a kormány propagandát is, mondom ezzel a karaktergyilkossággal, akik, de ugyanazt jártam, gondoljatok bele, mi tartotta tulajdonképpen a Gyurcsányt folyamatosan mozgásban? Az, hogy a kormány propaganda, őt állította be, mi volt a szlogen? Az egyetlen ember, aki veszélyes Orbán, az egyetlen ember, akitől Orbán Viktor fél. Hát jó, tudjuk, hogy ez nem így volt. Most már érdekel, Magyar Péter is elmondta egyébként, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc azt egy összefonódott páros, egy padlót. És vitára hívta őket, mint hogy a DK egyébként ugye reagált, mert azt is mondjuk el a tüntetésre, mert hogy ugye a
Nagy János szigetszentmiklósi polgármesteret beisperlik rögtön a beszéd miatt. Jó, hát mondjuk ez... az egy kicsit jobban belement a konkrétumokba az a történet. De... Szóval az érdekes szerintem, hogy tényleg úgy sikerül gyakorlatilag kivégezni az összefogós ellenzéket, hogy gyakorlatilag állítások nincsenek. És András, a vitánk ott van, hogy én értem, amiről beszélsz, de azért engedtessék meg, hogy én igenis azt kérem számon, hogy van-e egyáltalán politika. Politika pedig ott kezdődik, hogy független attól, hogy egyébként mennyire lehetséges leváltani a regnáló hatalmat vagy sem, amivel kezdted a monológodat, ha valaki kilép a színpadra, fogalmazzon meg világos és erős állításokat arról, hogy honnan, hová akar eljutni. Szerintem ez egy erkölcsi belépő, tök mindegy, hogy egyet értek vele, vagy nem értek vele egyet. Értem, András, amit mondasz, de szerintem az is legitim politika, ha valaki kiáll és azt mondja, hogy legalizálni kell a marihuánát, okay, erre létrehozok egy pártot, többi engem nem érdekel. Így van. Ez egy így legális van. Politikai program. Ezzel nincs vitám, András, ezzel nincs vitám. Így van. De hát ő nem mondta. Egyetlen sem. Dolgot, viszont, ha szeretnék mondani viszont valamit, ha már politika, a lényegről. Ugyanis Magyarországon körülbelül az folyik, hogy szerintem a kiegyezés óta nagyjából, hogy ahelyett, hogy tapasztalatokat vonnánk le egy rendszer működéséből benne a mi saját működésünkről, és aztán egy következő korszak már ennek a tapasztalataival gazdagodva megpróbálná feldolgozva jobban működni, mindig minden jellemhibánkat, meg egyéb hibánkat és keserűségünket összesűrítünk egy személybe, vagy egy rendszerbe, és azt levágjuk. És ez történt az közelmúltban is Gyurcsánnyal, és most ez történik egyelőre, csak vágy szintén a másik oldalon, Orbánnal egyikkel sem értek egyet. Az a helyzet, hogy nem lehet folyamatosan virtuális rendszerváltásban élni az életünket, és szeretnék kiemelni valamit, mert ezen a tüntetésen volt egy tábla, amit az egyik újság lefotózott, egy öreg úr tartja, és az van ráírva, hogy a NERT megszüntetni kell, nem pedig élni benne. Egy öreg úr tartja ezt. Most hadd mondjak én is valami személyeset, mert már mindenki a család izéivel jön. Amikor a NER megszületett, abban az évben ment óvodába a fia. Akkor alsó tagozatos volt, amikor az első NER választás volt. Már felsős, amikor a második, a harmadiknál már középiskolás, most fog érettségizni. Abban az esetben, hogyha a NER-t megszüntetni kell, nem pedig élni benne, akkor ugye nekem a legkisebb gyerekkel teljes apaság élmény kimaradt volna, de ezt most hagyjuk is. Simán benne van ebben a rendszerben még most 15 év. Ha ezt fogadjuk el iránymutatásnak, hogy a NER-t megszüntetni kell, nem pedig élni benne, tehát ez legyen a fő cél mindenkinek, akkor én most azt üzenem egy nálam sokkal fiatalabb embernek, hogy a teljes apasságot, családot, élet, mindent felejtsen el, mert az idős bácsinak a lelki igényét ki kell elégíteni. Az idős bácsinak szerintem teljesen igaza van. Nem, Péter, ez az olyan, mint azt mondanád, figyelj, én 18 éves voltam az úgynevezett rendszerváltáskor, akkor mondhatnám azt, hogy tulajdonképpen kár, hogy a kádárizus megszüntették, benne volt az egész fiatalosságon. Megszüntették, nem azt, és nem áldozt, ne haragudjál, azok az emberek, akik aztán a rendszerváltó elitnek a legfényesebb csillagai lettek, azok kiválóan éltek a benne. Azért mondtam, hogy úgynevezett. Mondok még valamit erre. Erre az élni benne, és azt nem az irítség mondatja, művésznő megérdemli. Csak hogy nem élni benne. Rost Andrea énekel a színpadon. Apropó, micsodát énekel? A Lilionból énekel. Igen, az úr is volt. Egy bántalmazó kapcsolatról szól. Kinek akart és mit üzenni Rost Andrea? Igen. Zárójelbe zárva. Szóval Rost Andreának, itt most megnéztem, a saját kurzusa, meglehetősen sok pénzből, ki az első két fő támogató? Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő. A második kettő támogató a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia. Miközben előtte áll a bácsi, hogy a NER-t megszüntetni kell, nem pedig mondod, élni hogy benne. Vagyis, hogyha valaki ilyen támogatást kap, akkor annak nem lehet egyébként ellenvéleménye vagy véleménye. Lehet, Anikó. Ez nem kóser. Nem, teljesen kóser. Lehet ellenvéleménye, csak ne csináljon úgy, mintha egy diktatúrában élne, amit úgy, ahogy van,
főkkel szántani, sóval behinteni, és teljesen illegitim. Lehet az is az álláspontja, de itt a tömegről beszél az András. Tehát, hogyha egy tömegnek, amit kiállsz animálni, az az álláspontja, az az üzenete, hogy ez az egész tökéletesen illegitim és pokolra való, ez lehet egy legitim üzenet, de akkor valóban akkor ne úgy tessék kell, felvenni akkor a kormányzati támogatást. Nem tudom, hát nekem ez az a gondom, hogy szerintem legitim. Te sem azzal foglalkoztál, Péter, hogy onnantól kezdve mondom, csak és kizárólag dobáltad a parlamentet. Szerintem tök legitim dolog azt mondani, hogy a NER-nek be kell szántani és bevetni a helyét sóval. Én is úgy gondolom, hogy a NER-ben élni nem jó, nem lehet, nem kéne tovább. Nem ez van rajta. Nem ez van rajta. Várjál. Ez nem jelenti azt, hogy valóban nem ez lenne a valóságunk. Persze, mindenki ebbe élt. Értem, hogy mindig jön ilyenkor ez az atominem érvelés, hogy de ez meg innen húzza a pénzt, onnan húzza a pénzt, nem onnan húzza a pénzt. Szerintem sem túl, hogy mondjam, morális dolog ez az egész, amikor így össze. Viszont sem Rost Andrea, sem Magyar Péter, és Magyar Péternek nem akarok semmit a javára írni, ezt a javára akkori mindig, nem beszél a NER lebontásáról. Illetve amikor a NER lebontásáról beszél, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy meg kéne őrizni ezt a NER, csak egy kicsit változtatni rajta. Azt mondja, hogy teljes elszámolás, és most még lehet vádalkut kötni. Ja, igazán most még kér a NER, persze. És amit most látunk... Valójában, de várjál, amit... Állít, tudjuk, az nagyjából a semmi, de az a semmi, az a NER megtartásáról szól. Szerinted. És ez vele a gond, hogy szegény bácsi szerinted. Át van verve. Mert szegény bácsi kimegy, valójában ott egy faszi beszél arról, hogy meg kell tartani a NER-t, és megpróbálja ezt az egészet becsomagolni egy ilyen kis cukorkába, hogy lenyeljék az emberek, és az emberek azt mondják, hogy le a NER-rel, le a NER-rel. Így kezdjük. Nekik igazuk lenne. Így kezdjük a műsort. Egyetértés a stúdióban. Ja, csak én fel vagyok háborodva, mert lefikázták fiatalságomat. Nem, így kezdtük, de nem ezt csináltad, hanem lehet akkor emigrálni, fegyvert fogni, belső emigráció. Vagy alámerülni és kibeszélni. De az van, hogy így kezdtük a műsort, idáig is ez történt, hogy ezt látjuk most, ennek a csődjét látjuk most, hevíted a közönségedet, hogy ó, 1G, tűrhetetlen, ebben nem lehet élni. Mi vagyunk a szemétládák, mert azt mondjuk, hogy nagyon kellemetlen Tiborcz István, tőlem még egy jó mondatot nem hallottak soha Tiborcz Istvánról, nem jó Tiborcz István, én feljelentettem. De ettől még nincsen diktatúra, majd ugyanazok, akik emiatt minket árulónak tartanak, most azért tartanak árulónak, mert nem vagyunk elég lelkesek egy Tiborcz István hasonmástól. Igen, hogyha... Hát ez milyen őrület már, basszus? Magyar Péter kifúj, és Tiborcz István elválik Orbán Ráheltől, hát Én ezt mondtam a múltkor, ugyanez a közönség ott fog. Ennél mondok egy cifrát. Tiborcz István elválik Orbán Ráheltől, ezt az példát már az András előhozta pár műsorral ezelőtt, elválik, rá azt mondja, hogy ez egy abuzáló család, őt itt folyamatosan nem tudom, mik érték, erre ráugrik a kormánypropaganda, mert Tiborcz István isteni ellenségkép, mint ahogy Dr. Szöszi is az, és kiváló, szóval ráugrik a kormánypropaganda, és ezek után te nem mondhatod el többet azt, hogy Éliosz, azért, mert akkor ugyanazt mondod, mint a Rogán. Így van. Így hát ugye pervers, aberrált dolog ez már. Ezt elég jól látjuk a Baranyi ügyben egyébként. Sose fogjuk megtudni. Ja, bocsánat, egyetlen mondat lesz. De Péter, szeretnék megszólalni, de nem, nincs a lehetőségem, mert nem veszed fel a szemkontaktust velem. Gondoltam, kitakarom az Andrást, ami nem olyan nehéz, de még mindig beszélsz. Akkor ezt valamit mondani. Zoltán, mondd el az egymondatot mindenképpen, hogy szeretnék, hogy a férje annál a cégnél dolgozik. Itt kapcsolnak el végig. Annál a cégnél dolgozik, ahol ő volt a főnök. Tehát így ennyit akartam, csak bocs, erre a sajátos mondatunk. Nem is tudom mire. Szóval amikor keressük ezt az erkölcsi zsinór mértéket, akkor szerintem abból érdemes kiindulni, hogy az a közeg, ami minket azért fideszesnek tart, mert az ATV-ben vagyunk, azt szerintem nem fog tudni megrajzolni olyan mércét, a titeket is a Fidesz fizet, mert az ATV-ben. Egyébként nagyon érdekes, van érdekes, hogy nem mindenkire mondják azt a cégcsoportnál, hogy azért, mert itt műsort csinál, hogy a Fidesz fizeti, de ha ez így van, akkor nem látom, hogy hogyan lehetne megmagyarázni az Emberi Erős Források Minisztériumát, a Nemzeti Kulturális Alapot, a Magyar Művészeti Akadémiát. Az Indomédiát. Ez mind nincs. És akkor még mondok valamit, ami átvezet a következő témához, hogy szerintem a kollaboráció kérdése akkor is fölmerül, amikor valaki bemegy egy önkormányzatba képviselőnek vagy polgármesternek, hiszen az első és legfontosabb dolga, hogy a kormányzattal megegyezzen, hogy az ő települése vagy kerülete pénzt kapjon. Ez a dolga, de azt nem lehet eljátszani,
hogy ő egyszerre önkormányzati vezető, és az egész rendszernek az ellensége, hiszen amit ő ott csinál, az ennek a rendszernek a része. Sokkal inkább, mint mi az ATV-n. És ugye jön az önkormányzati választás. Hát akkor én leszek itt a radikális lojalista, de én úgy látom, hogy ez nem reális. A társadalom végül is ebben a szerintem diktatúrában, vagy ilyen kvázi posztmodern diktatúrában él. Ennek nyilvánvalóan az életünk minden részére kihatása van. Az Ondrási 60-ból minden, nem. Ez egy nagyon, nagyon messzire vezető vita. Nem, a diktatúra már rég nem a fekete autót jelenti. Jelentheti azt is, de hülyeség lenne azt jelenteni. Ez tulajdonképpen alapvetően a gondolatok és uralásáról szól. Arról szól egyébként, amiről beszéltünk. Ha azt mondod, hogy a tőke diktatúrája, akkor egyetértek. Alapvetően a tőke diktatúrája és a posztmodern gondolattalanság diktatúrája. Most nem úgy értem, hogy posztmodern gondolattalan, hanem hogy ezt, ahogy a posztmodern politika, amiről beszéltünk, hogy tulajdonképpen egyfajta antipolitika alkalmazza. De nem is ez a lényeg. Nem kérhetjük számon minden egyes NER-ben, a villamos kalauz is a NER-ben él, a vasasztergályos is, meg a színházigazgató is. Én értem, hogy vannak itt eltérések, de valóban nem várhatjuk el, hogyha valakit az NKA támogat, majdnem minden kulturális cuccot támogat az NKA, vagy nem. De a létezők nagy részét támogatja valamilyen formában, hogy akkor ezek az emberek onnantól kezdve fogják be a pofájukat. Péter, ne mondjam nekem, hallgáljon már meg nekem ez az ember ne mondja. Nem a Magyar Péterről beszélek, mondjuk Rost Andrea. Az NKA támogatottról beszélek, nekem ez az ember ne mondja, hogy én kötöttem kompromisszumot a hatalommal. Nem. De én meg nem erről beszélek, én tényleg arról beszélek, hogy Rost Andrea énekel valamit a színpadon. Nem csak Rost Andrea, ha Rost Andrea megírja neked, hogy Ceglédi, te mekkora egy nagy vazú vagy, hogy ezt csinálod és elfogad, akkor azt mondom, hogy teljesen nem igaz. Nem ez van, Péter. Közönségről beszélünk, arról a közönségről, amelyik egyfelől csápolannak, aki nem csak NKA támogatást, ne izéljük, ez egy kiemelt, dedikált, létrehozott projekt. Hogy az állami filmek, állami opera, filmekben. Zeneháza, Zeneakadémia, a kiemelt partnerek, ne szórakozzunk már, nem erről van szó. Semmi bajom ezzel nincsen ilyen tartalmilag, ez más kérdés. Annak csápolunk, mert lehet. A másik áruló, mert nem az a véleménye, mint nekem. Ez nem működik, Péter. Én nem ezzel nem értek. Ebben teljesen igazatok van, de én nem erről beszélek. Erről beszélünk. X Géza, az öreg bácsi a táblával, aki azt mondja, hogy ő nem akar a NER-ben élni, vagy nem a NER-t felszámolni kell nem élni benne. Ez nem, még akkor se bűnös szerencsétlen, hogyha azt mondja, hogy már pedig a Honta Fidesz szekerét tolja. Péter, én nem mondtam, hogy bűnös. Azt mondtam, hogy így kezdtük a műsort. Ennek a csődjét látjuk most, hogy van egy közönség, amit hevítettek üres O1-gézéssel, így van. Úgy, hogy nem tud eredményt elérni. Kialakult egy kép, hogy ebben az ellenzéki, kedvenc ellenzéki minden közönség. Minden nyomorod megváltódik akkor, hogyha Orbán Viktor eltakarod. Ez egy rohadt hely. Jó, nem lehet benne élni. Egyvert kell fogni. Induljunk tehát el a választáson, képviselőink beülnek milliókért. Jó napot kívánok. Persze, hogy frusztrálódik a közönség. Meg azért frusztrálódik a közönség, mert azt kapja, Péter, hogy mindenképpen Péter, kell magának egy vezetőt választani, Péter, és nem, vezetőket keres, és nem erről van szó. Azt kezdtem neked mondani, hogy szerinted az rendben van, hogy egy néni a folyóiratára évente a folyóirat költségvetésének a nagyobb részét megkapja a diktatúra kulturális alapjától, majd mindeközben 0-24-ben a Facebookon posztol arról, hogy ez milyen elviselhetetlen diktatúra. Konkrétan miről beszélsz? Csáki Judit. A revizor nem kap támogatást? Kapott. Lehet, hát régebben kapott, de most már nem kapott. Mondok jó példát ennél. Mennyiben jobb az, hogy ezt a talpra burzsújt rakja ki a szociáldemokraták egykori napilapja borítóképnek? Hát ez abszurd. Ezt őt rakja ki, miközben lehet, hogy kezében egy kalapács. Létezik ez a napilap, az csak és kizárólag állami hirdetéseknek köszönhette. Így van. A Népszava léte úgy, ahogy van, abszurd ebben a formában. A Népszava két vagy három évvel ezelőtt sztrájktörő vezércikeket. Nem mondom ki a nevét. Ott futnak az állami hirdetések, ott futottak végig, ez mentette meg. Ki a borító képe? Ez a talpra burzsúj. Jó, hát a Magyar Nemzetre meg oda van írva, hogy alapította Pető András. Meg tökre beszélhetnénk a kultúra központosításáról is, amiről most cikkeznek, de nem erről fogunk beszélni, hanem a főpolgármester választásról és a jelöltekről, mert hogy most már Szent Királyi Alexandra is elkezdett erősen posztolni. Ő jelölt? A szünetben... Hm? Oh,
Kicsoda jelölt? Szünetben beszélgettünk Ceglédi Zolival arról, hogy Karácsony Gergely nem annyira hangsúlyosan szól hozzá, vagy minősíti egyébként Magyar Pétert. Ő hát, úgy fogalmazott, ugye, hogy külön pályán vagyunk, tehát ettől így elhatárolódva. Egyetlen egy dolog, csak hogy átkössek az előbbi dilemmáról. Csak ne vigyél szóval vissza. Az milyen dolog, egyébként teljes joggal ütjük 13. negyedik éve a kormánypropagandát, Rogán Tónit, stb., hogy kormány büdzséből tolják a pártpropagandát az arcunkba. Most gyakorlatilag bújtatott kampány támogatásként a kormány propagandát indít a kormánypárt mellett. Tessék felszállni egy villamosra, mit csinál most a fővárosi önkormányzat? Közpénzből tolja a Karácsony Gergely főpolgármester propagandáját. Ez mennyiben másabb, mint az a hatalom, amit ő a főpolgármesteri pozícióról elrugaszkodva lépten nyomon ki akar hívni, kivéve amikor a villamos elüti. Ugye itt a lakógyűlésnek nevezett fővárosi nemzeti konzultáció. Pont a kampány beszélsz, idején. Ugye, ahol ugyanúgy nem értem, mint a Fidesznél, amikor a Fidesz a nemzeti konzultációt azzal indítja, hogy óvjuk meg, mentsük meg Magyarországot, stop soros, nem tudom mi, hogy miért kell ahhoz egy konzultációt csinálni, hogy ő utána törvényeket meg rendeleteket hozzon. Ugyanúgy nem értem, hogyha Karácsony Gergelynél úgy szavazunk, hogy rossz a Rákos Dubaj, vagy úgy, hogy jó a Rákos Dubaj, az pontosan az ő döntéseivel mit fog befolyásolni? Semmit. Semmit. A részvétel illúzióját adja neked, hogy Rogán Antal is. Ugye az Anikó által felvetett kérdésről is szóljak, ugye azért Magyar Péter azt mondta, hogy ő sem a utódja sem boldog őse, de ezt nem ismeri. Vos Albertnél leragadt. Igen. Szóval, hogy ő sem Szentkirály Alexandrára, azzal alázza, sem Karácsony Gergelyre nem kíván szavazni, ami tézi, a tekintetben nehéz helyzetbe hozza Karácsony Gergelyt, hogy ugye az ő számára a legfontosabb fővárosi, idősebb, női, elszánt ellenzéki szavazók bugyrából merít egy nagyot, és visz magával, és ha nem küldi oda őket, sőt, ad abszurdum még kritikát is fogalmaz meg előtte kapcsolatban, az gyengítheti ezt a helyzetet, plusz megint csak nagyon érdekes, hogy bár felróttad azt, hogy kampányol a főpolgármester, sőt, most már többen is vannak, akik kampányolnak közülük, de ahhoz, hogyan kampányol, Zoli? Ahhoz képest, hogy június elején lesz a választás, ahhoz képest ez viszonylag későn indított, nagyon tartalmatlan, nagyon üres, legalábbis szerintem, amit Karácsony Gergely csinál, az egy nem egyértelmű, hogy miről szól. Szentkirály Alexandra ugye influencerkedik. Várjál, de Szentkirály egyedül Vitézinek van értelmezhető kampánya egyenlőre, viszont Szentkirály Alexandránál a botránya következő. Én Szentkirály Alexandrát ebbe a sztoriba baromira sajnálom. Az egészből az jön le, hogy Orbán Viktor egyáltalán nem akarja megnyerni nem csak a főpolgármester választást, ha megnézed a 6., 7., 8., 9. kerületeket, ezekben a kerületekben a Fidesz gyakorlatilag levonult a pályáról. A sztori erről szól, és itt az átvágása folyik a fővárosi választóknak. Orbán Viktornak tök jó, hogyha Karácsony Gergely ott van Budapest élén, mert lehet reprodukálni azt, hogy van belső ellenség. Nem, és az a belső költeni ellenség, az maga Budapest. Igen. De még lehet, hogy így is baj lesz az ellenzékkel, nem tudhatjuk. Szerintem lényeges, amit te mondtál. Egyébként nekem a NER 14. évében ezzel már nincsen bajom. Már, hogy jön szembe a főváros propaganda a villamoson. Jól fizet a Geri? Halljad. Fontosabban van vele bajom, de elfogadom, hogy a benne lévő politikai szereplők így élnek, én nem véletlenül nem akarok politikai szereplő lenni, egyáltalán se ellenzéki, se kormány oldalon ebben az izében, máskor se akarok. Szóval, hogy oké, csak akkor a többiek erkölcsi abajgatását hagyjuk békén. Ez a kérdés, mert egy dologban biztos nem lehet élni, ebben a folyamatos gyomoridegben, ebben a deprimált légkörben, ahol mindenkinek valamiért ökölbe szorult arccal kéne vagy megvédeni a magyar szuverenitást, vagy most már elkergetni a NER-t. De várjál, most a hajó, a NER-ről beszélsz, ebben élünk. Bácsi azt mondta, hogy ebben nem lehet élni. Így van, de hát ennek én vagyok az ellenpontja, nem a slim fittinges megváltó, aki kiáll és azt mondja még egyszer, hogy akkor most újra neki durálni magatokat újra ugyanannak. Félreértés ne essék. Szerintem amivel lehet foglalkozni, reális célokat kitűzni, mert ugye pont azért tud fennmaradni a NER a közjogi berendezkedésen, a hatalmi struktúrán túl, mert rohadt rugalmas. Tehát, hogyha érzelsz valahol egy nyomást, akkor onnan elugrik. Másfelől pedig végig gondolni azt, hogy mi magyarok hogyan lehetnénk jobbak. Mik a tapasztalatok,
a közelmúltból, az elmúlt 150 évünkből milyen mintákat ismételünk, mert mintákat ismételünk, hogy ennek végre feltárni a tapasztalatot, és nem kiállni valaki egy életmód ellenzékiként, vagy életmód kormányként. Tök igazad van, András! Egy dolgot hadd mondjak erre, hogy egyébként szerintem azt kellene megtanulnia például Karácsony Gergelynek a mögöttünk hagyott három évből, hogy a 2021-ben a miniszterelnök jelölti előválasztáson azzal kampányolt, hogy őszre csődbe megy a főváros. Ehhez képest nem történt meg akkor, nem történt meg azóta sem, és most ahhoz kéri a bizalmunkat, hogy újabb öt évre rábízzuk a főváros. Lehet, hogy lesz klimatizált metró is, képzeled. Az lenne jó, hogyha elindulnánk abba az irányba, amit most a végén próbál, hogy akkor mégiscsak legyenek parkok, mégiscsak legyenek dolgok, ahelyett, hogy állandóan riogat. Na, ceterum censeo, a NERT fel kell számolni, nem jó benne élni. Innen folytatjuk egy hét múlva. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Szép estét, viszontlátásra!